Kárpátalján folynak a fűtési szezon előkészületei. Tekintettel arra, hogy az állam lemondott az orosz energiaforrásokról, jelentősen megnőtt a tűzifa iránti kereslet. A megyei erdő és vadgazdálkodási főosztály azonban nyugalomra int, a felfokozott kereslet ellenére is mindenki elegendő tűzifához fog jutni. A kárpátaljai erdőgazdaságok eddig 142 ezer köbméter tűzifát szállítottak le a lakosság számára. Jelenleg az erdészetekben lehet tűzifát vásárolni. Bankautomatákat szereltek fel, jön a vevő és helyben fizet. Néha feszültség keletkezik, mert az emberek önzönlenek, sorok alakulnak ki. Felesleges az aggodalom. Mindenkinek jut elég tűzifa, és minden Mindenkinek kiszállítjuk. A tűzifa ára nem változik, mindenkit ellátunk tűzifával. A tűzifa vásárlását a legközelebbi erdészetben, erdészeti kirendeltségben kell kérelmezni. A lakosság számára az Ungvári árásban egy köbméter tűzifa ára, a felső raktárban, vagyis a hegyvidéki területeken 744, a középsőben pedig 1026 hribnya. Ukrajna állampolgárai felvehetik a kapcsolatot az erdőgazdasággal, hogy tűzifához jussanak. Elsősorban a zárt intézményeket, iskolákat, óvodákat, kórházakat, katonai egységeket részesítjük előnyben. A kereslet nagyon megnőtt, talán 200 százalékkal is. A fát a kérelmek beérkezésének megfelelően adják ki. Minden erdészetben van felelős, aki befogadja a kérelmet. A Facebook oldalunkon és honlapunkon is megtalálható a konkrét erdészeti osztályok felelőse és telefonszáma. Mivel jelentősen megnőtt a tüzifát vásárolni akarók száma, feszültebbé vált az erdészek munkája. Végül is a fa kitermelése és készletezése több munkaszakaszból áll. A fakitermelés első lépése az erdész munkája, aki végigjárja az erdőt és megfigyeli és megtalálja a beteg egészségügyi intézkedésekre szoruló területeket. Ezután jelentést írnak, aminek az alapján kirendelik az úgynevezett erdei patológusokat, hogy azok megerősítsék az intézkedés célszerűségét. Kiadják a kivágási engedélyt, elkészítik az anyagot, és fakitermelési jegyet állítanak ki. Ez a tulajdonképpen fakitermelési engedély. A fakitermelés folyamata a fizikailag legnehezebb és a leginkább időigényes szakasz. A tűzifa készletezésének a folyamata úgy történik, hogy a tűzifát gépek szállítják a raktárba. Itt felvágják, hasítják, rakásba rendezik, majd jön az erdőmester és átveszi a fát. Egy emberre 5-6 köböt számol. A tűzifát az elektronikus könyvelés alapján csíppel látják el, ennek alapján történik az értékesítés. Idén egyszerűbbé vált a tűzifa értékén kifizetése Ezt a vevő megteheti a bankfiókban, a Novaposta helyi hivatalában, online módon, önkiszolgáló terminálok segítségével, vagy a legközelebbi postahivatalban. Azt is ígérik, hogy néhány távoli erdőgazdaságban bankautomatákat telepítenek.